used to be fire, now we're cold as a stone. You and I, stripped to the bone. Angels of faith, wings of demise, feel the night and ride with the wind. Our kingdom will fall if you don't believe. Our lives will come true when shadows fall. Down came the stars, along with the heart. Sacrifices we bleed, without a sign, without a chance. Csalolok, bugolok. Ez menőbb volt, mint a izé, puertorikói izé, kis kövér táncolós gyerek. Ez is... Mi ez? Tehát, hogy mi ez a lélegző valami ott a fűbe? Mi ez? Ne, tehát, hogy bocsánat, én ennél leragadtam. Jó, mindegy, mindegy, elengedtem. Na, ennyi, ez volt a reklám helye. Menjünk vissza erre. Kocsa. Flowrider öcsém. Gyere, kocsa.
kutyi! Vigyázz, kutyi! Így pedig az, ez egy jó ötlet volt, látjátok? Ez egy menő találmány. This one goes out to all my gamers out there. We've all been there. You know this feeling. Aw, man. I wake up early in the morning, make a gas sweep. It's like I'm in the nether, cause I can't sleep. In case you got amnesia, man, I want that blue stuff. I got my iron pick with a fortune buff. I'm a Y12 baby, cause that's where it's found. I'm so freaking low-key that I'm underground. I got big dreams of tearing at some big seams. So time to grind and hit the big leagues, yeah. I'm mine all day, I'm mine all night. I'm mine non-stop till those diamonds are inside. And I'm mine all stone till I'm all alone. I'm mine all the time but can't find what I want. I'm mine all day, I'm mine all night. I'm mine non-stop till those diamonds are inside. And I'm mine your house, I'm mine your mom. I'm mine my tears till the break of dawn. Bet you don't have this blue. Bet you don't have this green. Bet you don't have the biggest ball the world has seen. Yeah, you'd think I'd be satisfied. No, I want more. But you have every single thing that you get. Bitch, I want more. Cause I got hoes. I got bitches. What up, Sven? I got iron. In my house. I got millions. In real life. I got the best life. It's easy to see. And 100 million people agree. Because I'm mine all day. I'm mine all night. I'm mine non-stop till those diamonds are inside. And I'm mine all stone till I'm all alone. I'm mine all the time but can't find what I want. I'm mine all day, I'm mine all night. I'm mine non-stop till those diamonds are inside. And I'm mine your house, I'm mine your mom. I'm mine my tears till the break of dawn. What just happened? Sir, I think we hit bedrock. What does that mean? It means you can't go any deeper. Good. Why is that, sir? There's nothing deeper than me. Shit is way too easy, I swear it doesn't please me. I'm like a reaper gleaning when I take my pick and squeeze it. And feel its power breezing, soon be 6 feet deep. Believe I'm bored of being at the peak. So time to see what lies beneath. What's Gucci, my gamer? What's brewing, my gamer? Got that enchanted shit. Lapis Lazuli, my gamer. Little bitches always pissed at me no matter what. So they can suck this dick, I made with 400 bucks. Cause I'm fully stacked diamonds, fully stacked diamonds. You won't see me crying, I'm fully stacked. Fully stacked diamonds, you won't see me cry behind my fully stacked diamonds. Fully stacked diamonds, fully stacked diamonds, you won't see me crying. I'm fully stacked diamonds. Fully stacked diamonds, fully stacked diamonds, you won't see me cry behind my fully stacked. All I hear is people say the same shit, but there's no challenge in real life, it's like creative. How's it feel to be rich and have a diamond plaque? Bitch, shut the fuck up, have you seen my diamond stack? Oh, big slap, my big brain got a six pack. You're so dumb, you're mining diamonds with a stone pickaxe. Remember kids, life isn't fair. Take it from the second Swedish Minecraft multimillionaire. I'm fully stacked diamonds, fully stacked diamonds. You won't see me crying, I'm fully stacked diamonds. Fully stacked diamonds, fully stacked diamonds. You won't see me cry behind my fully stacked diamonds. Fully stacked diamonds, fully stacked diamonds. You won't see me crying, I'm fully stacked diamonds. Fully stacked diamonds, fully stacked diamonds. Bitch, you won't see me crying, I'm fully stacked diamonds. Oh, help. Na, hello, üdv mindenkinek, csodálatosan szép június 5-e péntek délután, ez itt
még mindig a világ legjobb Minecraft sorozata, az interneten szerény személyemmel a főszerepben. Üdv Chris N., Geri Siuro, Kutusov, Anyacsavar, Norbi, Kacsuszmami, Revi, NZY, Miucsi, Vodi Ampab, DJ Smith és mindenki mást is köszöntök, aki szólás szabadságától megfosztva a szábmód hátrányaiban senyved. Szevasztok, srácok! Borzasztó ez a péntek egyébként, csak megpróbálom egy kicsit vidámabbá és pörgősebbé tenni. Front van, depressziós időjárás van, ez egy hisztis nap. De nem baj, mert MC, pörög az MC, keressük a diamondokat, és rendkívül sok izgalmas kalandban lesz részünk, úgyhogy megpróbáljuk elfeledtetni ezt a botrányszar időt, meg ezt az egészet. Mi az a depresszió? Hát depresszió az, hogyha Minecraftozol, az illúzió. Mármint nem, ilyet nem szabad mondani, mert manapság vannak olyan farkak, akik nem veszik komolyan a mentális betegségeket. Nem erre gondoltam, hanem hogy minden jó lesz, sokat fogunk kacagni. Hát főleg ti rajtam, hogy milyen hülye vagyok, de ez lényegtelen. Borzasztó ez a péntek, mert ma még csak csütörtök van nekem. Ó, Vodian pap, hát kitartást, kitartás. Szevasz Jarvis, szia Laurencica, hello Dominik, üdv mindenkinek, srácok. Köszönöm, hogy ezúttal is jót tesztek magatoknak, és a legjobb internetes műsort választottátok. Na mindegy. Vekerle, köszi a 2 évet, haver. Zoli, köszönöm szépen a 11 hónapot. Csak így tovább főni, hújjanak a disznó emberek. Így van, ma bemegyünk a Netherbe. Aztán valószínűleg azonnal ki is jövünk onnan, de bemegyünk. És Gigi Mark, köszi szépen a 25 hónapot. Thank you. Kicsit beleolvasgattam a YouTube kommentekbe, ugye a VOD csatornán elengedtem a kommenteket, szóval igazából nincs komment szekció a VOD csatornán, csak lehet beküldeni, de nincsen jóvá hagyva semmi, mert nincs rá időm. Még mindig az a leggyakoribb kérdés az embereknek, hogy milyen textúrapakot, meg milyen shadert használok, mikor az első adásnál körülbelül 15, meg hogy miért játszom a Minecraft-tel, mikor az első adásból 15-20 percet beszéltem róla, hogy tehát akinek kérdése van, érdemes megnézni az első stream elejét. Tehát, hogy akinek nem világos valami, az valószínűleg azért van, mert nem nézte végig elejétől végéig az adásokat. Tehát, hogy ezeket elmondtam direkt az elején, a sorozat legelején, úgyhogy érdemes meghallgatni. Ez fontos dolog. Na de vágjunk is bele, srácok, pergessük tovább, rendkívül sok dolgunk van, úgyhogy pörögjön a Java Edition. Edition! Nyilván, Szavitár, köszönöm szépen a feliratkozást. Üdv, üdv, Dani, köszi a subgiftet Ábelnek, és Mendoku Száj, remélem jól mondom, neked is köszi a szabot, illetve Zolinak a csírt. Szén a hype vonatba, hat peregjen. Mindig félek ilyenkor, hogy valamitől tönkre megy a mentésem, és nem fogja betölteni a világomat, de minden rendben van. No! Történtek kisebb változások, mert hogy ilyen zug Minecraft player vagyok, szóval átalakítottam egy picit a házamat, meg átraktam ide a házam elé az állatkákat, hát semmi lényeges igazából, csak így egy kicsit kibővítettem a dolgot, hogy tudtam, hogy előbb-utóbb kevés lesz a hely, úgyhogy megelőztem ezzel, semmi extra. Igazából csináltam egy 2 szintes történetet a házból. Nem akartam ilyen csúcsos tetőt csinálni, ami már mindenki csinál, úgyhogy ilyen modern kocka dolog lett. De nem tudom, nekem tetszik, de ez még nem a végleges formája. Hello állatkák! Hello! Hello csirkék! Hello! Na, úgyhogy ez van. Ennyi változott az előző rész óta. Igazából még tök üres a ház, szóval igazából annyira nem volt indokolt, hogy megnöveljem a dolgokat, de így nézzünk most ki. Azt a mindenség itt. Gabac, köszi neked is a csírt, illetve Jarvis szintén Dedicsite, köszi a subgiftet Vencelkexnek. Na de feküdjünk is lealudni, mert éjszaka van. Ezt jönnek a zombárok. Bazsi, köszi neked is a csírt. Night Raven szintén, Knat Gábor a 14 hónapot, köszi srácok. No! Mi fog ma történni? Merülhet föl bennetek a kérdés. Hát le kell menni Le Netherbe,
azt mindenféleképp meg kell ma csinálni, ha már megépítettük a portált. Viszont mindenki mondta, hogy csináljak nyilat a Netherbe, mert azt hiszem, ott vannak ilyen repülők is, nem tudom mik. Úgyhogy igen, ilyet kéne csináljak. Csak izé van? Csak botból lehet csinálni? Nincsen diamond. És a számszer íja jobb? Jó, az íj az egyszerűbb. Oké, mi kell? Fonál kell. Szerintem van fönt fonalam. Csináljunk egy íjat. Azt mondtátok, hogy az fontos. Hát konkrétan három fonalam van, tehát annyira nem öltem pókokat. De ez elvileg elég lesz. Mondjuk kell csinálni nyílveszőt is, azt is megnézhettem volna, hogy mi kell hozzá, na mindegy. Nyíl-lő. Vesző. Ahhoz meg toll kell. Heee! Meg kova... Jézusom. Kovakő bottól. Jó, de az van nálam toll, azt hiszem, az is volt. Mit akarok? Így. Igen. Adjál egy ilyet. És akkor hozok tollat. Meg vannak veszélyeim is erre akkor. Igen, most itt az inventorimat így hirtelennyébe rakosgattam át, szóval semmiről nem tudom, hogy hol van. Mit írt kovakövet? Az is van. Hui! Belemelegszünk itt a dolgok közepébe mindjárt. Nyíl. Abból sincsen ilyen diamond veretősnyíl. Hi. Jó, hát 29 nyilvesszőn van. És akkor hogy működik a dolog? Azt mondjátok el nekem. Tehát berakom az íjat, és akkor magától belerakja a nyilvesszőt, meg minden? András, köszi a 2 hónapot. Kagami Sakura, csírt, köszi srácok. Nyilból csak enchantos van, aha. És hogy tudok lőni? Jobb klik, bal klik, mint bármilyen normális játékban? Ugyanúgy? Elfogyott egyébként a kövem meg a fám is itt az építkezésben, úgyhogy majd el kell menjünk farmolni. Ez fontos lesz. Oda más színű kockát raktam? Nem csak a fény. Ilyet kezemben fogod, jobb klik hosszan. Aha. Jó. Hát akkor... Menj. Nézzünk be a Netherbe, aztán úgyis majd visszaszaladok félelmembe, mert fogalmam sincs, hogy ott így mire kell számítani. Azért így megyek egyelőre. Haló? Készen álltok, gémerek? Prézelőt ne szajgi, szép napot, szól megy végé. Azok a csírfelolvasások. Minél jobban felhúzod, annál messzebbre célzol. Aha. Jó van. Na haló? Yeah! Aha, az ott majdnem jól indult. A Nether. Ezt itt folyik a láva lefelé, nézed már. Aha. Ó, hát viszonylag szép hely. Aha. Tetszik, hát. Haló? De itt nincs senki. Hát ez egy békés hely. Mi volt ez? Haló? Mi volt ez? Oké. Okay. Azt mondták, íjjal kell lőni. Haló? És ezt így ki kell itt fákjázzam? Vagy itt számít a fákjázás a Netherbe? Ez itt mi? Hát már kiszedem itt a csákányommal. Nincs fákjám se, de hát csak így... Az Isten fassa ez. Ez nagyon para. De már csak kifákjázom, nem? Fogalmam sincs, hogy itt függ-e a spónolás a fénytől, de... Hát ez valami borzalom, ez... Jó van, ez eltart egy ideig. Na, ez... Mivel tudom kiszedni? Ki tudom szedni vascsákánnyal? És mi ez? Nether quartz. Quartz. Abból van az üveg, nem?
Vagyis, hogy a szomokból van, de hogy így a valóság. A kvarc az valami üveghez köthető. Mindegy, nem értek a fizikához. Kiszedem. Loot, loot. Adja az XP-t. Jézusom, hogy adja az XP-t. Hát mindjárt százas leszek. Oké. Igazából egyébként én azért akartam a Netherbe jönni, mert azt tudom, hogy Jézusom, hogy a Netherbe gyorsabban lehet közlekedni, és arra gondoltam, hogy építünk még egy Nether portált, és akkor milyen jó lesz, hogy hát, ha könnyebben találok falut. De ide rengeteg nyersanyag kell, ahogy nézem, mert természetes út nincsen. Ah, ott van valaki! Haló? Zombi malacember. Te vagy a zombi malacember? Haló? Haló? Bocsánat! Leesett. Megcsúszott. Ne bántsd. Hát tulajdonképpen nem bántottam. Csak lecsúszott. Őket nem szabad be. Miért ők ilyen jó fejek? Nem hal meg a lávába. Hát mondjuk azért ott a 350 méteres zuhanástól tán csak meghal. Na mindegy. Ezt nem tudom, mi adja ki ezeket a hangokat, de agyon fogom ölni. És ez micsoda egyébként? Ez a sima blokk. Nether wreck. Wreck. Az külföldiül, nem a segre szokták mondani, hogy wreck? Jó, hát amúgy... Elkezdek bányászni. Mert igazából én a Nethert utazásra akarom használni, mert egyébként nem tudom. Azt mondjátok meg, hogy van-e értelme fáklyát rakni a Netherbe. Biztos írtátok, csak nem láttam. Már azon túl, hogy lássam. Félek, hogy bele csaklizok egy lávába. Útjelzőnek van csak értelme. Oké, és köszi. Akkor összeszedem a fáklyáimat, mert itt nem fog kelleni. Köszi, srácok. Gapter közben köszi a feliratkozás, DJ Smith köszi a csírt. András pedig pörög a két év felé. Köszi. Úgy. Végre elhallgatottam. Hogy raktam? Jobb oldalra raktam a fáklyákat? Igen. Jobb oldalra raktam. Nem is olyan veszélyes a Nether, hát nem történt semmi baj. Itt féltem tőle, hogy itt valami veszélyes dimenzióba megyek, azt semmi baj nincsen. Szépen itt haladunk, aztán majd izé, csinálunk még egy portált, és kiukadunk valami csodálatos helyen. Viszont mivel a föld alatt van az én Nether portálom, ezért gondolom, hogy azt kéne csináljam, ennyire nem kell sűrű rakni. Szóval gondolom azt kéne csináljam, hogy itt egy kicsit fölfele megyek, bár ez elég veszélyes. Nyakamra zúdul a láva. Szóval hogy a második portált az kicsit följebb kéne építsem. Bár nem tudom, hogy a magasság is sokszorozva van a Netherben. Nem alszom a Netherben, ezt még az akkora noobok is tudják, mint én. Szóval, hogy a magasság az ugyanúgy emelkedik? Vagy hogy van ez? Csak a földön van láva? Hát én láttam, hogy ott folyt az égből is a láva, úgyhogy nem tudom. Én mindent elhiszek nektek, persze. Még egyel följebb megyünk. Úgy. Fasza. Nether fákja. Az jobb, mint a sima fákja, tudtátok? Ez igazán epikus gamerek tudják. Nagyon félek, hogy kiukadok valahova, ahol megjelenik az Ender Dragon testvére, és megöl. Persze fogalmam sincs mire. Ha, igen, ettől féltem. Hú! Figyelted a reflexet, Bástyám? Ott is kijön? Nem, addig tart. Aha. Aha, csak a földön van láva, meg az anyátok seggét van csak a földön láva. Megint a fake info, megint a fake info, itt átvertek. Aha, hát
mondtad, szépen föltöltöttük azt. Ez király volt. Nem, ez nem volt király. Viszont borzasztóan fogyasztja gyémánt csárkányomat ez a szar, tehát nem kéne gyémánt csárkánnyal ütlegeljem ezt a cuclit. Jó, menjünk vissza. Csinálni kell fákját, meg egy csomó mindent. Nem, először safeguardolni kéne magamat, mert ahogy magamat ismerem, ez csak idő kérdése, hogy itt mikor fogok rohadtul leesni. És én bizony jól ismerem magamat, hogy hülye vagyok, ezért ezt itt elfalazzuk. 2 millió IQ. Gondolom ettől még működik a portál, hogy én itt Johnny-zok. Aha, azt majd onnan kell. Itt így elfaladzuk. Úgy. Akok egy fák. Nem, ezt akartam. Úgy. Na, ez a veszélyes. Erre. Még egyet. Úgy. Fő a biztonság, srácok, jó? Mindannyian ismertek annyira, hogy tudjátok, hogy ha ezt nem csinálom meg, én leesek. Főni a nedőr azért hasznos, mert 8-szor kisebb a távolság, mint a világban. Igen, hát ezt mondtam eddig, András, de köszönöm szépen. És E-Hunter, köszönöm a raidet, üdv minden elképesztően vadászós vadásznak, szevasztok. Így. Ez a 100% idiot proof nether. Hát de így nincs középen, várja, ez így nem jó. Az OCD itt is fontos. Igazából befalaszhatom az egészet. Úgyse akarok másfele menni. És így legalább nem tudják bántani a portálomat. Ami nem tudom, hogy lehet-e bántani a portál, de halazzuk be az egészen. Mekkora ötlet? Lehet aztán majd később ki kell bontanom, mert nem tudom miért, de mindegy. Nekem most ez az ötletem támadt, és ez most hirtelen jó ötletnek tűnik. Na megint nyöszörög valami kreatúra. Miért nyöszörögjél már? El fog fogyni a... Veszélyes. Fényem és uraim, itt ez az építkezős Nether misszió 2020. Nessali tönkre teszi a gyémánt csákányát, de hát találunk még gyémántot. Nem, semmi baj nincsen. Na, várjátok. Milyen magasra kell ezt építsem? Igen, ott. Bazzeg. Hopp. Úgy. Adjál lét. Gyerünk Diamond, dolgozzál. Száz százalék biztonságos. Lehet, hogy ennek semmi értelme nincs, amit csinálok, de én most azért is megcsinálom, jó? Ne folytsátok meg a kreativitásomat a Minecraftben. Le fog tudni férni. Jajajaj. Én nem bízok semmiben, azért falazom be magam. Itt így nem fog elkapni az Ender Dragon. Jó, csak ebbe a tetőt kéne megcsináljam. És nem kapával kéne ütnöm. Az még állítólag fontos. Most lesz fasza, hogyha így kiderül, hogy nem működik a portál. Na
viszont ha tönkre megy a portál, nem tudom, hogy hogy jutok vissza. Akkor sírunk, és vége a sorozatnak, és soha többet nem játszunk ezzel. Mindjárt kész van, nyugalom. Na, itt nem fog, kérem szépen, engem semmi megtámadni. Mi volt ez? Haló, bocsánat, már megyek is, viszlát. Ez az. 100% biztonságos. Nem ezt akarom lerakni. Hogy? Szembe raktam egymással? Igen. Na! Nem félelmetes ez a nedőr, mehetünk is haza. Van értelme, nem lát a gazt. Na hát azért csinál, a gazt miatt csináltam, bármi is legyen. Ja, de tudom mi a gazt, az ilyen rep, azért kell az íj, ugye? Fogalmam sincs, hogy ez a nether rack ez ér-e valamit. Mivel gondolom, hogy a nether tele van vele, ezért gondolom, hogy nem sokat ér. Jó, de azért elrakom. Azt mondja, hogy hova gyűjtem? Ide gyűjtem ezeket. Úgy. Meg elrakom a kvarcot későbbre. Meg a kova követ visszapattintjuk. Jó! Csinálunk egy csákányt. És el kell menni követ, meg fát bányászni, mert azért az legyen már. Még fám úgy, ahogy van, de kövem egyáltalán nincsen. Egy kicsit farmolgatunk, és utána tovább kalandozunk a nedőrben. Ja, és fákját is kell csinálnom. Oké. Van elég kövem egyáltalán? Ja nem, iron csákját kell csinálni. Nem tudom mennyi kell hozzá, de legyen nálunk iron is. Bot van? Van bot. Jaj. Csakany. Vas. Vázs. Yes. El se fér már a sok cucc nálam. Jó. Szenem is van, csak azt se hoztam le. Jó van, ne nézzetek így rám. Péntek van. Nincs olyan sok szenem. Kifogytunk a szénből is. Bármilyen meglepő, bányászni is fogunk ma. Milyen érdekes ez a Minecraft, hogy bányászunk benne, nem? Ez nem kellett volna izé, de mindegy. Fordítva. Jó. Jó, ne felejtsük el, hogy kell szén. Meg kéne etetni az állatkákat is. Már ott tolják a tojglikad. Állatkák! Szaporodjatok. Kérem a tojásokat. Köszönöm. Na, hallo, na. Cic. Gyere be onnan. Gyertek. Azért. Ne baszakodjatok velem. Jó, hozok nektek szénát, nyugalom. Vagy gabonát, vagy mi ez, tök mindegy. Megeszi az állat, az a lényeg. És már lassan majd automatikus farmot is kéne csinálni, valahogy azt is lehet, azt hiszem. Nem kell megmondani, hogy rájövök majd. 2 millió IQ. Jó. Ezt visszaesportoljuk gyorsan. Meg ma már falut is kéne találni. Viszont rohadt meleg van, úgyhogy mindjárt nyitok egy ablakot. Miért még sülök? Úgy.
Nézd meg, ott kallódnak a jó kis búzák. Most már annyi búza magom van, hogy nem tudom, mit csináljak vele. Add ide. Jaj, azt hittem ráugrok. Jó. Etessük meg az állatkákat. Szevasztok. Ja, ti mit tesztek? Ezt teszitek ti is. Szaporodjatok, sokasodjatok. Me. Nesztek. Jó, ott milyen szépen külön állt a jobb oldalon. Jó. Jó, aki nagyon akar tenni az evet, király. Elrakjuk a kaját. Whee! Voltárolom a búzát. Most mit csináljak ennyi búzamaggal? Dobjam ki? Tojás. Szén. Vázs. Van fejszén. Jó. Ja, várjál, ami a kezemben van. Szuper. Menjünk fáér, kövér. Megeszek egy jó, egy vekni kenyeren. Geri, köszi a subgiftet, hello Főninek és Reverien, köszi a 10 hónapot. Kéne most már kutyát is találni, tényleg, azt el is felejtettem, hogy lemondtunk a Benő projektről. Szép ez a tó egyébként itt ház mellett, ezzel majd kezdeni kell valamit. A poliptóval. Hát remélem esel le, gyere ide. Van már diamond. Ó, hát már annyi diamond van, hogy gyakorlatilag szavakkal le nem írható mennyiség. Tehát körülbelül 10 egyébként. Mondjuk azóta már spónolhatott. Benő? Nézzük meg. Kell egy Benő. Csak egy kicsit nyugi, nem fog elkalandozni és 2 óráig keresgetni. Eredeti Benő itt volt. Valahol. Benő 1-es. No Benő. Nicht Benő. Benő reinkarnálódott. Benő, kikönyörgök. Gyere ide. Cic, gyere. Cic. Ne, ez az. Benő. Megijesztettem, de most már minden rendben van. Gyere. Na most neked, Benő 2, most majd építünk házat, jó? Nehogy úgy jár, mint... Hát nem is mondom, hogy az elődöt hogy járt. Építünk majd neked házat, jó? A legjobb barátok leszünk. Vuff! Bizony. Figyeljél, mert állítólag ezen a vidéken bármikor lehetnek creeperek, úgyhogy én a helyedbe vigyáznék. Jó, na még egy fa, aztán jók vagyunk. Amúgy ilyen virágot kéne majd hazavinnem, ha már díszítgettem a házat, akkor
Lehet a virágot így lerakni simán, így a házon belül, vagy van ilyen cserép, vagy valami. Gyere, Benő! Gyere! Gyere, jó kis kutya. Horda Benő the second. Várjál, éhes vagy? Van nálam ilyen izé? Azaz. Nem, már nem éhes. Na gyere, megyünk haza. Van cserép, aha. Gyere. Ú, de jól néz ki távolról a ház. Oh, Le Fortress of Nesselai. Benő, gyere. Mi történt az előző Benővel? Hát aztán... Átevezett az örök vadászmezőkre. Gyere! De nem vagy egy úszóbajnok, azért azt szögezzük le, de jön az éjszaka úgy... Ah, de te is tudsz... Hogy megrázta magát? Milyen aranyos volt? Na gyere, mert esteledik. Majd később aranyoskodunk. Ilyen cuki volt, hogy lerázta magáról a vizet. Gyere, Benő. Gyere. Gyere, gyere, gyere! Benő! Benő, ne játsszál az állatokkal, majd köszönsz nekik nappal. Jó van. Na, lett rengeteg fánk. És csinálunk belőle majd rengeteg botót. Jó. És löbot. Jó. Zsír. Benő? Mit csinálsz ott, Benő? Érdekel, hogy mi van ott len? Na, majd megmutatom egyszer, most aludjunk. Aha. Újra van Benő. Nagy Ádám, köszi a csírt Benő kettőre. Hát, igen, igen. Jó reggelt, Benő. Hogy aludtál? Jól? Na, jól van akkor. Elpakoljuk a cuccokat. Azt mondja, hogy fa. Very much fa. Ennek a fele nálam maradhat, azt berakjuk. És el kéne rakjam a botokat is. Igen. Bot. Bot. Ez meg maradhat nálam. És akkor kell szén meg kő. Hát akkor megyünk le a bányába. Vigyük Benőt magunkkal a bányába, srácok? Ouch. Nem kéne. Benő, maradj itt, jó? Gyere csak. Gyere. Benő. Benő. Halló. Benő. Az Isten áldjon meg, te egy kalandos leszel, Benő. Gyere, de miért oda... Jó, akkor maradj, na. Úgy, ott az ágyra. Úgy, ott ülj, azaz, azaz, ott az a te ágyad, majd csinálok neked is külön ágyat. Jó, ne vigyük le a bányába, jó, nem visszük le, nyugalom. Két csákány, elég lesz, fákja van. Együnk. Omnom-nom. Menjünk bányászni. Nyilván. Akarok csinálni majd minecartot. Ilyen hullámvasutat. Benőt magunkkal a bányába. Ne nőt vigyünk be, hanem Benőt. Köszi, Krisz, a két hónapod. Na, volt, mintha akadt volna a fészkam, mondom, mi az Isten. Szóval akarok majd ilyen hullámvasutat le a bányába. Ja, meg itt elfalaszgattam a dolgokat. Hogy most már csak egy irány van. Majd ide akarok egy hullámvasutat, ami levisz minket, bár nem tart olyan sok ideig leérni, de hát milyen vicces lenne. Úgyhogy majd olyat is csinálunk. Ilyen automatikusat számítógép fogja működtetni. Na, és itt a 11-es szint, ha minden igaz. Hát én itt elkezdtem túrni, úgyhogy túrunk tovább. Találtam már aranyat. Aki követ Twitteren, azok tudhatják ezeket a titkos információkat. Ú, szén. Igen, most egy kis szénből is be kéne tárazni egy picit.
Nyilván Krokika 38 hónappal, köszi Krokesz. Igen, tudom, most itt lőn sötétség. Legalább a gyémánt sárkánnyal ütöttem, nem figyeltem, bocsánat. A minor day, a minor night, na jó, ennyi, jó, itt hagytam abba. Jön itt magától is szén. Ott a redstone. Amúgy annyira adja a játék a redstone-t, hogy egyszerűen most már muszáj lesz a szuper számítógépet megépíteni. Mi volt ez a hang, halló? Már megint az Ender Dragon telefonál. Ez az Ender Dragon betárcsázós internetének a hangja. Ezt csak kevesen tudják. Csak az igazi gamerek. Hol vagy, Diamond? Azt hiszem arany kell egyébként az automatikus hullámvasúthoz, úgyhogy aranynak is örülnék, mert nagyon keveset találtam belőle. De az arany az nem tudom, hogy milyen szinten spónol. Jó, nyugalom. Srácok, aranyat hol érdemes keresni? Mehet a backseat. Backseat kapitány. Akkor itt megyünk tovább erre. Arany, redstone és vas a hullámvasút, aha. Igen, a gyorsító sínhez kell az arany, arra gondoltam. Lassan átmegyünk a fél mapon. Nem érkezett arra semmilyen válasz nagyon, hogy az aranyat merre érdemes keresni, úgyhogy gondolom nincs rá ilyen exakt mondás. Ez vas. Aha. Köszi. Már erre az oldalra nem rakunk. Aranyra nincs ilyen szabály, hogy merre keresd, aha. 5-től 12-es szintig van az is, okés. Az egyébként ritkább, mint a Diamond, vagy a Diamond a legritkább. Mondjuk Diamondot már többet találtam, mint aranyat. Köszi, Vodian Pop, bár ezt így menet közben elolvasni, az para. Na most, mit keres itt főd? Befődelnek ide engem, ha van ilyen, szerintetek? Milyen dolog ez? Most itt ezt kiszedem, és akkor utána visszamegyünk a Netherbe, építjük tovább a Nether alagutunkat, csinálunk még egy Nether portált, és meglátjuk, hogy hol lyukadunk ki. Ez a terv. Csak hogy tudjatok róla. Hogy most mi történik, Nessai, mikor lesz már valami? A redstone egyébként ilyen gyakori, vagy csak egy mázlista fasz vagyok? Bár nem, az semmiféleképpen. Mázli még számítógépes játékban nem volt, úgyhogy menjünk akkor erre. Hagyjuk, hogy vezessenek minket a blokkok, srácok. A blokkok mutatják a helyes irányt. A redstone elég gyakori, aha.
Legjobb tudomásom szerint a föld az azt jelenti, hogy katakomba van a közelben, de nem hallottam hangokat, tehát hogy zéró nyöszögés volt. Nem volt nyisznyössz. Halló, arany, diamond, halló. Ez Szali barát vagyok. Köszi, Rádiusz. Annyira érzem egyébként, hogy megint akkor lesz valami, amikor a csetet nézem. Kis szén. Nehogy beszpónoljon mögém valami másik ita. Ha olyat látsz, hogy csillag urul, azonnal utána kell menni. Jó, hát nyilván, ha látok bármit azon kívül, hogy kövek, akkor megnézem. Nem olyan változatos a bányászat egyelőre, hogy ne legyen... megint. Nézd már, megint. Ez a redstone, ez követ engem. És itt párosodott a vassal ráadásul ez a redstone, ez ilyen huncut redstone. Valahogy van valami olyan kielégítő érzés ebbe a Minecraft blokk szétütésben, nem? Lehet, hogy azért szeretik sokan nézni a Minecraftet, nem? Vagy a jó érzés, amikor így szétütöd ezeket, hogy... Értitek, hogy mi? Na mindegy. Na már megint a föld. Mindjárt feladom. Valami egy aranyat vagy egy diamondot adjál játék, és akkor visszamegyek. Lehet egyébként javítani a cuccaimat, srácok? Azt még nem is kérdeztem. Lehet, és hogy kell? Üllővel, aha. Üllő, az nem a biciklin van, az üllő? Ja, nem az a küllő, bocsánat, igen. Na, már megint redstone. Meg kell építeni a szuper számítógépen. Ez most már egyértelmű jelzés a játék részéről. Szerintetek mennyi fém, meg vas, meg arany kell ahhoz, hogy ilyen hosszú hullámvasutat építsünk majd? Halljátok? Valahol víz van. És ahol víz van, ott... Ott nem tudom, mi van. Láva is van. Ja, de írja, hülye vagyok. Lépések. Itt valami van. Találtunk valamit. Aha! Lehet, hogy fölöttem van.
Csillagurulás is volt kiírva? Jaj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 
Na most ezt hogy csináljuk? Honnan jön a víz? De jobbról hallom. Aha, ez most rám fog folyni. Hát ugye, that's what she, nyugalom. Ez most elképesztően veszélyes e-sportolás, amit művelek. Oh, hello! Elképesztő védekezés az e-sportoló fiútól. Nagyon jó. Na, nyugodjunk meg akkor egy kicsit. Össze kéne folyatnom a vizet. Meg a lávát. By the way. Valahogy. Aha, ez így nem úgy működik, ahogy én azt gondoltam. Mi követ csinál? Na jó, akkor láva, menjél innen, láva. Jó, csináljunk valamit csináljunk, ugye? Ez egy logikus elgondolás a részemre. Kialakítunk valamit. Jó, és akkor vissza kéne jutnom. Hogy vagyunk? Arra mentem, arra nem megyünk tovább. És akkor itt kell a Nesszeli barátnak egy lépcső. Aha. Jó. Na kérem. Nem ez. Oda egy fakkel, hát ide mindenhova rakhatok fákját, mert mindegy igazából. Na. Most akkor meg kell találjuk innen a csillét, mert itt azt most nem hallom. Ez egy tökéletes bemutatója, hogy hogyan működik a zúzott kő automata farm. Aha. Ez nem az a bánya egyébként, amit kerestünk, mert itt... Hát, hogy erre? Az ott mi az? Az arany, ugye? Szerintem arány. Ezek mennyi víz van itt.
Ja, hogy innen is jön a víz. Ó, anyám. Hújjj, csúszda! Na, mi vagy te? Na, csak nincs helyem. Eldobunk egy darab fát. Aha, ez arany. Minden kívánságom így teljesüljön, srácok. Na de where is the... Oh, hello Pók Péter! Hát mit csinálsz ott? Hülye vagy? Oh, redstone. Még arany! Srácok, gazdagok vagyunk. Ott maradt egy arany? Bocsánat. Ah, igazatok van. Vak vagyok, köszi. De bazzek, tele vagyok, na várjatok. Na jó, faszom se fog ennyit építkezni. Nagyon ki van találva amúgy valahogy ez a játék. Mint hogy arra gondolok, hogy pont kezdett így úgymond elegem lenni, hogy jó, nem találunk semmit, erre pont találtunk egy bányát. Ja, tényleg a lávába bele kell dobjam. Igen, igazatok van. Ezt szerintem visszamegyek, mert jó lesz az a kő még később. Jó, menjünk haza, visszajövünk. Nem telik semmibe. Hol jöttem? Ja igen, ezt itt. Így egyszerűbb. Nah, I'm mine all day. Amúgy olyan jó ezeken a kibányászott folyosókon végigfutni, imádom. Jaranzó Reload, köszönöm szépen a feliratkozást, üdvít köztünk. Remélem tetszik minden. Azért ezt nem mondhatni, hogy egyenletesen rakom a fákjákon. Itt jó, Usain Bolt lesz a karakterünkből. Nem azért bányáztam ki a követ, Norbi, ne legyél már ostoban. Klagy, 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 klagy. Csak berakjuk gyorsan a ládákba a cuccokat, csinálok egy csákányt és jövünk vissza, mert ott volt még arany meg minden. De ez a fákja egy oldalra rakás, az jó ötlet volt. Bár most direkt megcsináltam, hogy csak egy út legyen, de akkor is. Halló? Hello, Benő! Megjött a gazdi. Hát, ha tudnád, mennyi aranyat találtam, tes. Elképesztő, elképesztő. Na. 90 millió ezer redstone. Igen. Az aranyat ezt kiégetjük. Elrakom a földet. Már nem tudom minek. Jó, ennyi föld nem kell. Az csak akkor kell a föld, hogyha itt terraformálom a vidéket. És meg tényleg föl kéne hoznom egy láva. Egy vödörlávát szemetesnek. Jó, ez
ezeket kiégetjük. Meg egy stacket azért viszek magammal. Igen, pont a kis ládába rakom azokat a dolgokat, amiből egy csomót találok. Logikus, nem? Puskapor. Nem, a szenet magamnál tartom, hogy csinálok még fákját. Nincs egy nagyobb izé? Nagyobb hátizsák? Egyszerűbb lenne. Jó. Van elég szénya... Szény. Van elég szénya... Kohomban. A furnacénban. Van. Az aranyát égessed ki. Aranyát égessed. Égessed az aranyat nekem, drága barátom, kérlek. Úgy csinálunk egy csákányt. Nem csinálunk, mert nincs nálam vás, de mindjárt lesz nálam vás, mert majd itt égetek mindjárt. Agító, köszi a 3 hónapot. Azt hittem, hogy a creeper robban, de nem, csak esik az eső. Jó. Esik az eső, beindul az RTX. De hasonló a két hang egy kicsit. Köszi Ábel. Amúgy nem tudom, igaz-e, de tudom, hogy az aranyeszközök kopnak el a leggyorsabban. Ilyen valamit olvastam, hogy igazából az arany az eszközökre nem jó. Most nekem azért kell az arany, hogy megcsinálhassam az automatikus hullámvasutamat. Amúgy a kutyának kéne egy hullámvasutat. Látszok, olyan ötleteim vannak, hogy... Majd meglátjátok. Csak ahhoz sokat kell farmolni. De hát itt elbeszélgetünk közben majd. Hát minden is lesz. Azt amúgy itt hagyom. Kéne ide még egy láda. Hogy van a láda? Így van a láda? Nem, ez az asztal. Csak azért kéne ide egy láda, hogy amiket ki akarok égetni, azt itt hagyom. Vagy amit kiégettem. Jó, fákja, fákja, csináljunk fákját. Mondjuk ahhoz nem kell az izéasztal, de mindegy. Fordítva még mindig. Jó. Itt szem az aranyrudat is adni. Jó, te pergessed itt a dolgokat. Csak kinézek egy picit, mert olyan szép. Na, oda néz. Oh. Szevasztok, állatkák! Bárány már nem kéne többet csinálni, mert elég szűkösen férnek el. Na, mehetünk vissza a bányába. Nem akartam mást hozni magammal, ugye? Szerintem nem. Jó, mehetünk. Szevasz, Benő! Vigyázzál magadra, jó? Őrizd a házat, légy szíves. Kipakolhattam volna a nyilat, meg ilyeneket úgyse fogom használni. Jó van, Pók, nem érek most rá a nyomorodra. Most megyünk, meg kell találni a csillés bányát. A mine all day, a mine all night. Hui! Hiperűr sebesség. Igen, egyébként tudom, hogy lehet, hogy érdemes lenne, amikor ilyen messze van a cucc, ilyen második minibázis csinálni, hogy ne kelljen visszajárkálni, de...
Ugye az egybázis feeling az annyival jobb. Nem tudom. Tudjátok, hogy vannak ilyen nem logikus hülyeségeim. Még épp pont 60 másodperc, mire visszaérünk, tehát amúgy annyira nem halálos. Na, ja, arra. Oké, és... Ó, szevasztok, fiú! Jaj, de sokan vagytok! Nyaljam meg a hangotokat! Oké, és az a baj, ki kéne a másik oldalt is világítsam. Mondjuk ezt a levegőben nem tudnak spónolni, úgy... Láttam valamit. De hiszen rendesen elkezd tetsződni a bánya szakma ilyen grafikával, nehogy. Nehogy megvegyem, szép napot amúgy Nessai mosolygós fej. Köszönöm. Az mi az? Az emerald? Smaragd! Az hol a többi részed? Nyugalom, Pók Péter. Az nem a fizetőeszköz, a smaragd? Ja nem, az az emerald. Mi az a smaragd? Nem tudom, na mindegy is. Hogy kiszúrtam? Volt itt még arany, nem? Kiszedtem itt az aranyat? Halucinálok már? Úgy emlékszem, hogy itt még hagytam aranyat. Ja, a smaragd az ugyanaz, mint az emerald. Aha. Ó, oh, hello! Oda te bele ne essél, kérlek téged. Elképesztően veszélyes, 100% veszélyes. Ez is az, aha. És ezek így egyesével spónolnak. Micsoda dolog ez. Viszont az a szomorúság, srácok, hogy nem hallom a csillét. Írta valahol? Meg az a baj, hogy el fogok tévedni. Ouch. Fók Péter! Nem szégyelled magad. Szóval ez nem a nekünk kellő irány. Arany. Hú, ez az mekkora rönkök. Az alagútban írta, akkor visszamegyünk, jó? Jó volt itt a lút, szóval nem panaszkodom, csak... Jó, látott valaki bármi értékes ércet, ami mellett itt elmentem a barlangba? És mehet a backseat. Nem láttam igazából mást. Jó, akkor menjünk vissza az alagútba, menjünk. Jézusom! Ó, Péter, viselkedjél már, az Isten verjen meg. Mit dobott? Pókszem! Azért kikukizok erre is. Fölúszunk. Nézzük át, ha itt is van arany. De nem, itt már nincs semmi.
Jó. Igazából ennek a résznek itt most egyelőre véget is vetek, mert nem kell. Na most akkor figyelem. Most írta. Bázzek, de nem látom elég gyorsan. De akkor az hol van? A végénél. A bejáratnál írta. Na megnézem itt is, mert az alagútba is mondtátok. Csak visszatolatok. Aha, láttam most. Hát de ez nem sokat segít. Most mit csináljunk? Most várok még egyet. Csillagurú, aha. Most figyelem, nyugi, most nem kell írni. Aha. A nyílas számít? Mert ott írja nyilakat mellette. Azt sose néztem, hogy az mit jelent. Az az irányt mutatja, hogy merről jön? Aha. És ha nem ír irányt? Akkor alattam van, vagy fölöttem. Hát igen. Na ez a baj. Lépések. Ebben egy kicsit így bekukizok irányokba, és meglátjuk. De ez itt nem tűnik jó iránynak. Gurul erre. Aha. Csak vagy följebb, vagy lejjebb lesz. NPC bányák a 20-as szint környékén vannak, tehát akkor följebb kéne mennünk. Megírja. Fú, bazzeg, ezzel el leszünk egy darabig. Szedek már föl ennyi redstone-t, azt valaki tudja?
nyilván! Csak itt tovább ne szaj barat, hashtag legjobb vidész. Most már megint nem hallom. Itt meg csonti van valahol. Jó, az Isten áldjon meg! Létezik, hogy alattunk van? A lépések az mit jelent? Most csak visszajöttem. Azok az én lépéseim. Aha. Azért mindjárt elmenek lefelé. Tudom, ezt nem szabad csinálni. Ez meg mindjárt bedrock. Jó, ez fölöttünk lesz. Szerintem. Nem gondoltam volna, hogy ilyen szarakodásokba vágjuk magunkat. Itt hallom, itt írja. Ez messze van. Nézzük meg valamit. De itt meg nem írja. Akkor annyival nem lehet fölöttem. Soha nem fogjuk megtalálni ezt a bányát, srácok. Csillag urul, erre írja. Nézzük meg, megyek elő. Itt én ástam? Igen. Megint mindjárt tönkre megy a zsák. Elindulok valamelyik irányba és eltűnik. Nem, most hallom, most megint volt. Megint nem hallani. Titokzatos zaj. Megint volt. Élő halott falusi. Mi? Mi az, hogy élő halott falusi? Pörögjé mi? Ha.
Ez simán itt van, nem? Mi? Én nem, se, nem értem a Minecraftet, nem. Te meg itt vagy, de hogy... De ez mitől falusi? Hogy került ide falusi? Vagy az is tud spónolni? Kurvára szivat a játék. És megállunk Bedrockon, és megnézzük, hogy itt írja-e a kurva csillét. Nem írja. Itt írja ezen a szinten. Nézzük meg, az előbb írta. Lacesz, köszi a feliratkozást. Igen, szerintem is feljebb lesz, csak... Passzom, érted, hol menjek fölfelé? Jó, zárjuk le a többi helyet. Mert ugye honnan jöttem, merül fel a kérdés mindenkiben, nem tudjuk. Mert így szokás a horrorfilmekbe eltévedni. Igen. Nem, most bezártam, ahol elkezdtem az előbb. Hol mentem? Megőrülök. Jó, csillag urul, itt van! Tehát, ha itt hallom, most várjunk még egyet. Akkor itt, ha elindulok fölfele, akkor valami lehet. Ez egy stresszes játék. De a csille az oda-vissza gurulgál? Tehát azért hallom ilyen ritkán, vagy hogy van? Tehát ha hallom, akkor olyan rohadt messze nem lehet. Most megint nem hallottam semmit. Ez meg mi az anyám? De itt most meg megint nem halljak. És így született Nessai legunalmasabb Minecraft epizódja. Jó, itt nem hall... Lani. Faszom a csillébe.
Hol gurul a csille? Nézzük meg itt. Na te meg hello. Ó, ők ott el vannak, igen. Vajon ez a játék chill-e? Itt nincs. Nem lehet fölöttem, hogyha fölfele megyek, és egyszerűen nem hallom. Itt meg hallom folyamatosan. Itt meg már néz előtt. Csilleg urul, meg így hallja. Miért keressük a csillét? A kaland miatt. Azért, mert most már eltöltöttem vele egy órát. Oké, a faszom a csillébe. Itt meg nem hallani megint. Elegem volt. Felmondok. Nincs csille. Kapja be a csille, csilla. Kapja be az egész. Itt majd itt bányászok tovább, kényelmesen, igényesen. Hozok egy adag lávát szemetesnek. Nem, a fa nem, nem, menj, el, viszlát. Ha ezek után felhív egy telemarketinges, akit csillának hívnak, leordítom a fejét. Pont az előbb dicsértem meg a Minecraftot, hogy mikor eleget kezd lenni, akkor mindig találsz valamit, de ez egy tévedés volt. Pedig aztán nem atomfizika megtalálni. De mondjuk ahelyett, hogy beoltasz, segíthetnél is, és akkor mondjuk nem... Na mindegy, minek okoskodok. Nem atomfizika amúgy megtalálni, amúgy nem azért mondom, én megtalálnám. Ha? Nem azért mondom. Nem azért mondom, hogy ennyit szarakodsz, geci szar vagy, ennyi idő alatt azért meg lehetett volna találni. Nem azért mondom. Látom, hogy ideges vagy, úgyhogy még egy kicsit elküldelek a kurványádba, hát attól jobban fog menni. Remélem nem zavar, bocs. Ha, remélem nem baj, hogy érted. Nem azért mondom, hogy jó hülye vagy, hogy nem találtad meg, geci, de azért érted, én megtaláltam volna. Nem azért, nem akarlak fölbaszni, nem. Nem, én csak úgy mondom, bazzek, hogy... Egy jó alvás Benővel. Szevasz, Benő! Léci, ne is kérdezd, hogy mi történt. Perzselődjetek el. Jó, azt hiszem, hogy kőből egy életre elég. Persze nem, de most mindenképp.
Köszönöm, nem kérek több sót a krumplimra. Bocs, srácok, ne haragudjatok, csak tudjátok, hogy idegesít, amikor valami nem jön össze. Jó. Mindegy, legalább talál... Most kényelmesen kiégetjük a nyersanyagainkat. Ha már én úgy kiégtem, akkor a nyersanyag kiégetés az már smafu. Úgy. Köszi Adamo a csírt. Most még egy creeper hiányzik a hangulathoz, nem? Ezt inkább ki sem mondtam hangosan. Szemetes! A saját kertemet használom szemetesnek. Szép dolog. Na de amúgy megöltem egy slime-ot, vagy nem tudom mit fölfelé. Nyálkagolyót kaptam. Mehet a slime videó abba a pillanatban, mehet. Egy kis redstone a változatosság kedvéért. Igen, kő, az mi? Gránit. Bocsika, én csak így tudok segíteni, Nessai bír. Igen. Merk a nyák, a golyót, meg a smaragdot. Meg a rohadt húst is bárminek, de elrakjuk. Pókszem. Azt is elrakom. Nem tudom, mire jó a pókszem, de... Ne mondjátok el, majd később kiderül a reklám után. Fonál. Csont. Vas az legyen nálam. Úgy. Azt még visszük kiégetni. Kész van az arany? Még nincs kész. Nyújtsák, Benő! Minden rendben van? Én kiégtem, drága Benőm. Én teljesen. Na, szedjük össze magunkat, bocsánat, én is egy kicsit itt lejöttem az életről. Menjünk vissza a Netherbe, és csináljunk még egy portált. Azt hiszem, hogy van rá elég obszidiánom. Mit mondtatok? 10 obszidián kellett a Nether portálhoz, srácok? Nem emlékszem. Kiégtem, mint az aranya kemencébe. Igen, igen. 10. Akkor nézzük meg, mennyim van. Az van, az. Úgy. Ez 15 izé maradhat nálam. Jó. Tönkre fog menni a diamond csákányom. Mit mondtatok? Üllőt kell csinálni a javításhoz? Üllő. Nem tudok olyat csinálni. Mi kell az üllőhöz? Varázslóasztal, azt kell majd az enchantoláshoz, ugye? Akkor miért nem írja, hogyha három vas kell az üllőhöz? És hogy kell? Hogy néz ki egy üllő? Vagy blokk? Ja, hogy három vas blokk, és ja, hogy blokk kell hozzá. What? De mi a neve magyarul? Ez egy üst. Üstölő. Jó, nem csinálunk üllőt. Tudok csinálni majd csákányt. Üllő a neve, akkor valamiért nem tudom, nem találtam.
Azért már egész sok aranyam van, úgyhogy amúgy nem gáz. Igen, láttam, hogy írta valaki, azt tudom, hogy a Netherben viszonylag messzire kell menni, hogy más helyre dobjon. Remélhetőleg megoldjuk. Viszont akkor kéne még egy csákányt vigyek magammal vasból. Jó. És kéne még csinálni fakeltet. Jó. Nyilván, Sziszó, köszönöm a feliratkozást. De miért nem látom az üllőt a receptkönyvbe? Hát ne idegesítsetek már. Mármint tudom, hogy nem ide volt. Hogy van angolul? Üllő. Google segít. Ja, hogy ilyen blokk kell hozzá. Azt hogy tudok blokkot csinálni? Én azt nem tudom, hogy kell blokkot csinálni. Ja, 9 vasból? Aha! Hát ez jó sok vas kell. És akkor mennyi? És akkor ebből kéne 3. Na várjál már, főnök. Gyere már ide. Bocsánat. Egyáltalán nem googlizok. Aha! Üllő. Igen. Úgy! Át lehet nevezni a csákányomat? És akkor kell, és mi kell hozzá? Gondolom Diamond, nem? Mennyi? Egy? Kiveszem az összeset, van bőven. Gyere ide. De most mennyit fog elhasználni? Egyet? Gyémát? Batyógép. Négyet elhasznált? Hát egyszerűbb lett volna csinálni egy újat. Édes Istenem. Na mindegy. Jó, mehetünk. De megérte átneve. A batyógép. Kész a batyógép. Ja, Istenem. És lejjebb ment a szint, ja, hogy XP-be kerül a dolog. Mert ja, nyíl nálam van, jó. Á, köszi Hilks. Egyre nagyobb az XP igény. Bocsánat. Bányászok a Netherben, mert ilyen kemény vagyok. Bizony, bizony, itt nem gurulnak a csillék az agyamon. Mellé ütöttem, de nem baj. Hát azt kicsit közel raktam. De nem baj. Elássok jó messzire.
úgyse találok semmit. De nem baj, mert csak portált akarok csinálni. Erkovics, köszönöm a csírt. Jó van az úgy. Azt írtátok, hogy nem spawnol semmi, úgyhogy lássak, az a lényem. Egyébként hány blokk távolságra kell menjem, hogy ne ugyan... Haló? Zombi malac ember röfögések. Most már nem megyek a hangok után, a mai streames nem fog, de soha többet nem fog hangot követni. Na, nyöszörög a gast is. A gast. Mindjárt jön a láva. Ennyi a szörögjé, már megnyilazlak. Hoppá! Ja, de ez a sima... Ja, ugyanaz a kvarc. Nem kell. Az XP-t jól adja. Ennyi a szörögjé. Türelmemet elvesztettem mára. Ennyi a szörögjön itt nekem senki. Azt tudom, hogy 1-8 a Nether izé arány. Csak nem tudom, milyen messzire kell menjek, hogy a Nether portál máshova rakjon, ne az eredeti portálhoz, de gyanítom, ez már azért elég lesz. Miért egy... Ó! Haló? Őj! Jó napot kívánok! Na várjál már, hagyd lőjelek agyon! Gyere vissza, cunci mókus! Gyere, gyere! Gyere! Ú, amúgy. Na várjatok ezt itt. Itt majd tudom, hogy itt baj lesz. Jó, most akkor csináljunk. Ide egy löportált. Hogy volt ez a drága portál, chat? Mennyi volt az alja? 2 vagy 3? Úgy emlékszem, hogy 2, de nem emlékszem. 2, ugye? És 3 volt az oldala, és 2 a teteje? Így volt? Kiváló. Na nézzük, hogy hova visz a portál. Ú, mennyire más helyre kerültünk. Nézzünk körül. Falu? Az mi az? Ú, ott milyen magas fák nőnek. Túl szép lett volna, hogyha találok bármit is. Így elsőre. Az a dzsungel? Az ritka? Hát mondjuk nincs közel.
Hello! Mi a helyzet? Legalább gyakorolhatom a nyilazást. Itt is ilyen magas fák vannak. Hát jó. Legalább megöltem egy creepert. Magas fenyők között, hol a tenger hupikék? Ott laknak ők a törpikék. Ugye a Netherben vannak ilyen építmények, vagy ilyen dolgok, amiket érdemes keresni? Az ott amúgy mi? Vannak ilyen más blokkok? Valahova le kéne menni körülnézni. A picsába. Nem látok semmit, az a baj. Vannak várak. Aha. Hát az nem vár. Csak perzselődések vannak. Az a baj, hogy itt egy kaverna közepén vagyok. Hát itt nem nagyon van semmi. Na jó, ezen majd agyalunk. Menjünk haza. Vigyázzak a ghosttal, mert lőni tud. Hát gondoltam, hogy valami range-et izéje van, hogyha nyilat mondtátok, hogy hozzak. Azt kimatekoltam. Ó, ügyes, Nessali, ügyes. Szia, Benő! Ne kérdezd, milyen napom volt. Ó, egyelőre nem kell nekem ilyen Nether kocka. Aztán majd később megbánom. Azért ne akarja balhét. Tisztogatás. Jó. Akkor most, miután gyakorlatilag a játék minden aspektusában totális kudarcot vallottam a mai nap során, kezdjük el megcsinálni a... Sőt, kísérletezzünk, kísérletezzünk, akkor csináljunk hullámvasutat, jó srácok? Elrakom az íjat, meg a nyilakat. Ez most nem fog kelleni. Egyelőre. Kvarc sem. Jó. És akkor mi kell? Arany kell. Meg redstone kell. Meg mi kellett? Vas. Hogy volt a hullámvasút? Milyen elemek kellenek nekünk? Ja,
egyszerűbb, ha kihúzom az inventorimból a dolgokat. Okés. Fa is kell, inkább megnézem. Ja, bot kell hozzá, meg van. Igen, és a powert hoz meg. Aranybot. Aha. Jó, valahogy így. Mi a neve magyarul? Aha. Sheen. Logikus. Sziasztok, ne szaj, ne szaj, love, tovább jó szórakozást. DJ Smith, köszönöm szépen. Köszi, haver. Aha, elektromos. Na figyelj. Ó, most pont itt vagy az útba. Na faszom. Na figyeljetek ide. Tudom, hogy... Ha? Csinálunk egy redstone fákját. Az itt eléri mind a kettőt? Nem látom, hogy világít-e. Nem. Hogy tudok csinálni kis kocsit? Hogy van a kocsi? Ott van, Csille. Azt. Gyere, Csille, te ádáz ellenségem, te rohadék. Stop, stop, állj meg! De ne, állj, stop! Nagyon jó. Gyere, Benő! Gyere! Gyere, gyere! Na, azt hogy rakjam be a kutyát? Várjátok. Én tudom ütni. Aha. Benő, hol van? Gyere ide, Benő! Csak a izére tudom lerakni. Hmm. Ó, oh, azaz! Yeah! Ez az, Benő! Hogy néz? Na jó, stop. Stop. Nyugalom, várjál ezt. Ne, ne, ne. Menő. Nyugal. Na, na. Azaz, semmi baj. Gyere csak, Benő! Gyere csak, gyere! Gyere! Gyere már el onna, gyere! Úgy, ott ülj le, gyere! Azt mondja, hogy... Uh-huh. Gyere, te hülye!
Gyere. Gyere. De gyere már! De gyere. Azt akarod, erőszakkal viszlek ki, gyere. Az Isten. Az. Ez az, gyere. Na gyere csak te. Az az. Nem. Elmé... James. Basszus. A bárány nem lehet beleültetni? Köszi a csírt, Nagy Ádám, Adamó, Juice, Revenue Inspector, köszi. Be lehet ültetni a bárányt? Kössem rá. Isten. Ez a... Ez az. Nagyon jó. Benő! Ő mostantól az idők végezetéig ott fog menni. Ez az. Mi legyen a neve? Most már őt el kell nevezni. Jaj, bocsánat, menjél csak. Mi legyen a bárány neve? Tetszik benne. Legyen Lajos. Lajos, jó. Lajos. Igen, tudom, hogy van színváltós bárány. Lajos. Jó. Na, hát ő Lajos. A hiperaktív bárány. Az új házi állatunk. Na, kész. Gyere, Benő. Építkezzünk. Csináljunk rendes. Gyere. Gyere, Benő. Gyere. Jó van, Benő, akkor csinálj, amit akarsz. Sín. Na. Szóval a terv az... Csinálunk egy jó kis hullámvasutat. Á, Benő, inkább maradjál. Jó, nézd a falat. Azaz, nagyon jól csinálod. Legyen inkább Jenő. Legyen Jenő. Jenő. Bocs, Jenő. Nyertetek, Jenő. Jenő. Jenő lesz. Jaj. Na, tehát a terv az, hogy van nálam kőblokk, igen, de nem is kell, hanem nem tudom, hogy ez működni fog-e, ezt szögezzük le. Hogy lehetett gombot csinálni, srácok? Hogy volt a gomb? Elvileg... Azt nem tudom egyébként, hogy fölfele milyen sebesség kell neki. De itt a fákja akadályozni fogja? A. Azt tudom, hogy fá... Jó, de... Tölgyfa gomb. Aha. Ja, hogy simán... Aha. Hogy elvileg... Aha. Látjátok? 2 millió IQ. Az ott bekapcsolja. Csak a kérdés, hogy mennyit bír fölfele menni.
egy elektronyos nélkül. Ah, ezt így nem fog így működni. A ház körül kellene a sineket és körbe pörgetni a bárányt, így ő lesz a ház saját holdja. Te brútipi. Azt is lehet majd. Azt hiszem nem tud egyszerre fordulni, meg lefelé menni a sín. Aha, ez például nem is működik. Aha. Nem tudom, hogy elég boostot fog-e itt kapni. Két blokk kihagyás, egy gyorsító, és gond nélkül menni fog? Hát majd itt meglátjuk, hogy visszafele mi lesz a helyzet. Jézusom, ez mi volt? Hallottátok? Na meg ugye ezeket powerelni kell, tehát kell... Kellenek a... Nem... Igen... Tehát kellenek a redstone fákják is, csak nem tudom, hogy... Aha... Most az ott bekapcsolja, vagy nem? Bekapcsolja. Ezt majd mindjárt leteszteljük most, hogy itt így fölbire menni. És azt ott nem verem le? Miközben jövök lefelé veszettül? Nessai, nem donateltem neked mostanában, de ez a felület mocskosul tetszik. De már csak ezért megérte, déle töltöttem én is a Minecraftot múltkor, de sokkal jobban. Élvezem azt, ahogy te játszol, abszolút nem buzisan, mint amikor én játszok. Várjatok, mert azt tudom, hogy azt hiszem 4 kell a... max sebesség eléréséhez. Na, majd itt mindjárt kiderül az igazság. Kell egy csillét hozzá. Ez most a legnagyobb teszt valahassá. Most izgulni kell, csak ma, aki nem érti, hogy mi történik, most izgulni kell nagyon. A Minecraft veteránok most röhögnek, hogy úgy érzem, mintha feltaláltam volna az atombombát, miközben csak egy egyszerű hülyeséget csinálom. Blokk alá is lehet rakni, aha. Szevasz, Jenő! Minden rendben? Okés. Szóval, ha nincs elég vasam, ne idegesítsetek. Jenőtől nem fogok... Na, ott a kereskedő, azt be nem engedem. Mazzeg, nincsen vasam, hogy megcsináljam a csillét. Hát van ilyen. Azt most honnan szerezzek vasat? A bányából mondjuk, igen.
Szóljatok, ha vasat láttok, jó? Mert én már itt vakon elsétálok mellette. Már egy csomót kihagytunk, amúgy tudom. Nincs egy vasam se. Hát igen. Hát igen, igen. Na. A bánya. Visszatértünk. Ferkovics, köszi a feliratkozást is. Köszönöm. PTSD-m van ettől a bányától egyébként. Csak mondom. Nem szaladta. Tuti, hogy elszaladtam mellette. Mindegy. Mindegy, itt ásunk tovább, és nem megyünk. Erre nem megyünk soha többet. Valószínűleg vasat magasabban, könnyebben találok, nem? Chat. Peregjen az a backseat. Mindegy. Na már megint a redstone. Ha most megtalálom a bányát, akkor kikapcsolom a játékot. Ó, végre kisütött a nap. Nem depis ez a nap. Lehet, hogy csak frontérzékeny vagyok, vagy nem tudom. Nem érzem olyan energikusnak magam. És ez már a második ilyen nap a héten, ott a vas. Egy darab. Ne idegesítsé. Azért. Híres utolsó mondatok. És látom, milyen éhes szegény karakterem. A csaszit. Te is így nehezen viseled a frontot? Várjatok, lejjebb veszem a fényerőt, mert most már természet segít. Ezek nem is kell a lámpa, most úgy kisütött a nap. Jó, szóljatok, ha esetleg sötét lesz a facecam, és vissza kell kapcsoljam a lámpát. Elvileg a férfiak érzékenyebbek a frontra, mint a nők, nem? Ezt valahol, mint hogyha... Mert valószínűleg csak hisztisebbek vagyunk, mint a nők, ez ugye tény, de... Meg amúgy ilyet már nem lehet mondani 2020-ban, mert genderfóbok vagyunk, vagy mi. Egyébként nekem se fáj a fejem a fronttól, csak ilyen rohadt enervált vagyok tőle, de nincs fejfájásom, meg semmi. Csak így ilyen faszom kedvem van. Nem tudom, ez az létező fogalom-e. Egyébként ennyi vas elég lesz. Ugye? 11 vasércből 11 vas rúd lesz, ugye? Azt hiszem.
Ezt már tudnom kéne. Igen, ami a nőknek rossz, azért a férfiak az életükért küzdenek, így van. Ez így igaz. Én másnapos vagyok, de nem hiszem, hogy a fronttól van. Hát Levi, azt én se. Kabbefaszom hangulat, olyan van. Á, olyasmi. De nem, mert a kabbefaszom hangulat, akkor mérges vagy. Én nem vagyok mérges, csak ilyen... Ilyen. Ilyen hangokat a zombik adnak ki a Minecraftban. Tényleg ez egy létező dolog, hogy fáj a fogatok a fronttól? Hát az mondjuk rohadt, az mondjuk nem jó. A fogfájás az a legrosszabb fájdalom, EU. Mondjuk nekem a fogam nem szokott fájni, nekem a fülem szokott fájni, de attól így meghalok, amikor fáj a fülem. Tehát hogy így úgy érzem, hogy lehet ásni a síromat körülbelül, amikor a fülem fáj. Na. Megjöttünk. Hello, Benő. Hello, Jenő. Azt mondja, hogy perzseljük ki a vazsat. Itt rédelsz, Jóska gyerek. Smaragd dér festéket. Hát ez zseniális. Vagy trópusi halat vödörbe. Köszönöm. De ráduszítom a kutyámat, ha szemtelenkedsz. Na, megcsináljuk a csillét, és jöhet a nagy teszt. Csille, csilla. Azaz. Izgultok? Most újra kell, most újra lehet izgulni. Na. Tehát ezt ide lerakjuk, ez így nincs bekapcsolva, hanem így Nessali beszáll. Hogy kell beszállni? Aha. Ujjj! Ja, ez nincs power-ölve. Aha. Ez nem jó, mert ez így fékez. Itt hiányzik egy... Ne, bomoljatok már, zombik! Úgy. Ja, de ez így, aha. Mondjuk főküte. De ez így nem jó. Ezt itt meg kell szakítani, csak így lehet, hogy nem lesz elég a speed. Így. Gyere vissza, Csille. Aha, de hogy így nem éri el a vég. Aha, értem, hogy mi a gond. Ez így nagyon lefékezi. Haló? Azt kéne megoldani, hogy ez bekapcsoljon, amikor jön a kocsi. És akkor úgy elmegy a végéig. Arra van egy ilyen érzékelős. Jó, tudom, hogy a V-vel el tudom indítani, de én azt akarom, hogy a végétől a végéig menjen. Csak azt nem tudom pontosan, hogy kell. Mert ugye úgy működik, ezt most csak azoknak mondom, akik nálam is nagyobb noobok a Minecraftban. Már mindjárt elmondom, hogy csináljuk meg ezt az érzékelőt. Hogy van az? Sín. Érzékelő sín. Ez kell nekem? Vagy aktiváló sín.
Tehát azt akarom, hogy a vége az aktív legyen, mielőtt odaérek. Ha egy gyorsítót teszek a falhoz, akkor lassabban fog menni. Mert azt hiszem, hogy 4 gyorsító kell a max sebességhez. Csak azt akarom, hogy elmenjen rendesen a végéig, amikor odaér. Szóval kell valami, ami aktiválja a végét a sínnek. Az így világos, hogy mit akarok? Csak nem tudom, hogy melyik sín kell hozzá. Aludjunk egyet, mielőtt itt agyon támadnak. Ó, megállt, Jenő, a rohadt kereskedő miatt. Kell egy kőlap, vagy mi volt ott? Sín. Érzékelő sín. Kőnyomólap. És hogy kell kőnyomólapot csinálni? A legutolsó legyen kapcs... Aha, ja értem, hogy mit mondtok, az egy jó ötlet. Értem, hogy mit mondtok. Azt megpróbálhatjuk, igen. Tehát ti azt mondjátok, hogy csináljuk úgy, hogy... Tessél szét, vagy valami legyen? Csináljuk úgy, hogy itt legyen sima. És akkor... Így mondjátok ti. Aha. Aha, 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 aha. Ez jó lehet. Próbáljuk ki, próbáljuk ki. Mitől indul? Halló! A faszomat. Nélkülem ne közlekedjél már. Aha, de így jó lesz. Puk. Uii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 
Puk. Ez az! Nagyon jó. Nagyon jók vagytok, srácok. Na, viszont mivel ez nem a vége lesz, ezért ez elvileg nem kell. Na, és akkor azt mondjátok, hogy milyen, tehát kettő kihagyás, tehát kettő sima, egy gyorsító, de az csak de a, fölteszem a kérdést magyarul, a sima sinen lassul a sebessége a csillének? Vagy csak akkor lassul, hogyha emelkedik? Tehát ide kell raknom gyorsítót, gyakorlatilag ez a kérdés. Szépen lassan, de lassul. Aha. Jó, majd kitapasztaljuk. Kitapasztaljuk. Na, miért nem rakja oda? Miért nem tudom oda rakni? Ja, így is jó.
Hoppá. Így. Nem, sima. Ouch. Oda, ide. Remélem így működni fog. De tök izgi. Na ezt vártam, hogy ilyeneket csinálhassak. Nem? Aha, egyszerűen nem tud kanyarodni és lejteni. Azt mondja, hogy bro! Bro. Az aktivál, vagy mi? Igen, az elektronyos sín nem tud kanyarodni. Most nézzük meg, hogy innen ez működik-e. Ez nem kell. Ó, oh, de nem szálltam bele! Mondjuk nem is működött. Ez nem volt aktiválva. Uh-huh. Yeah! Hihi! Oda néz! Hát ez a legjobb dolog a világon. Ennyire király. Jó, kell még sín. Nessai the Builder. Olyan vagyok, mint az öreg Stark az építő. Hát igen. Ez nagyon jó. Na hát ilyenekkel lehet 90 millió órát eltölteni, de meg is éri legalább. Még mindig itt van a kereskedő? Menjél már el! Huh?
Jó, most fogytam ki az aranyból. Mindjárt jövök Benő, csak most még itt maximalizáljuk a dolgokat. Megépítetted a csillét és visszagyalogolsz. Jó, most nyugalom, most izgulásba vagyok. Sima sínt is csinálnom kellett volna. Te farok, ne szállj, te! Igen, ez nem tud kanyarodni még mindig. Lerakjuk. A faszt, hát kiütöm ezt a blokkot és odarakom. Hui! 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 El van a gyerek, ha játszik. És még sima sínt hozok majd, de mindegy, itt tartunk egyelőre. Hát jó. Ez a legjobb dolog, amit valaha kitaláltam, hogy ilyet csinálni akarok. Ez valami fenomenális. Basszus, ne szaj, eddig fikáztam a játékot, de négy rész alatt olyan kedvet csináltál hozzá, hogy 41 évesen megveszem ezt a mosolygós fej. Fumi Rosszi, köszönöm szépen, örülök, hogy tetszik. Egyébként hasonlóképpen vagyok vele, hogy én is. Tehát, hogy így... Ja, ja. Várjátok, kidobálok pár követ. Szevasz, Jenő! Megállított a kereskedő, tessék! Hello, Enderman! Menjél innen! Most nem érek rá, Endermanus. Most te is megállítod Jenőt? Én csak szemetelni jöttem. Az Endermanus visszavág. Na de jó, de így fölveszem. Na várjátok, hogy vannak a cuccaim? Jaj, de... Semmi baj. Azaz, vedd föl, igen. Na ez az, végre újra Jenő, nyomjad neki! Jó? A vasat meg az aranyat. Visszarakjuk a redstone-t. Meg akkor itt hagyom a sineket, meg a gombot, meg ezt is. Jó. Whee! Bocsánat, Jenő, csak nyomja. Azt hittem, hogy Jenőt nézi, ahogy megy körbe-körbe. Széttörjük a tojásokat. Hát ha. Bocsánat, nem akartalak megdobni, annyira sajnálom. Most így felzaklattam a csirkéket. Jó!
Mi legyen a következő? Már nincs sok idő a streamből, úgyhogy lehet, hogy visszamegyünk bányászni kicsit. Szia, Skorpex, hello! Mi történt a bárányjal? Hát ő Jenő! Ő a másik házőrzőnk. Ő így nyomja neki. Közben itt eszi a füvet. Menjünk csillahangot vadászni, nem, nem, semmi ilyen. Menjünk bányászni, menjünk bányászni, ha már Minecraft. Akkor mine-oljunk. Vagy van valamiből hiányom, amit elfelejtettem? Nem, kell vas meg arany, és akkor tovább folytatjuk a... az építést. Jaj, visszamegy, igen. Igen, hát itt a végét azt ugye nem így kell majd megcsinálni, nem baj. Most visszamegy, gyalogolunk majd hazafelé. Hát már szinte végig van. Az a csilla, ami a bárányt szállítja, az a kerekes barikád. Az. Az. Jó, hát azért még kell sineket csinálni majd. Szia Lightbuzz. Hogy megy? Hát szavak nincsenek rá. Szörnyű volt a mai stream, na, zombik. Szörnyű volt a mai stream egyben, de a végére mégiscsak csináltunk csodálatos dolgokat. Egyébként azt nem tudom, hogyha... Tehát az ember nyersanyagokat akar farmolni, akkor olyan érdemesebb lenne egy teljesen új bányát csinálni. Mert hogy az a baj, hogy... Tehát, hogy annyi nyersanyagot nem fogunk találni, amennyit haladunk itt. Értitek a lényeget? Tehát soha nem lesz olyan hosszú a csillém, mivel hogy soha nem fogok találni lépésenként annyi nyersanyagot, hogy ezt követni tudjam. Tehát, hogy ez a baj az előre bányászással. Ez, hogy lehet, hogy körbe kéne menni. Csak nem tudom, merről jöttem. Most miért raktam ilyen sűrűn? Na mindegy. Tehát, hogy lehet, hogy kéne ilyen köröket csinálni. Tehát most itt erről jöttem, akkor ott elfordulok balra, és előbb-utóbb visszatalálok. És akkor effektíve körbe-körbe megyek, de... Igen, mondtátok, igen, azt tudom, hogy sokan úgy ásnak, hogy csak egy, tehát így. De én pont azért ások kettőt, hogy elférjen a vasút az egyik helyen, a másik helyen meg tudjak sétálni. Igen, hát lehet, hogy csinálhatnánk egy új bányát. Most nem szedem ki a redstone-t. Halló? Halló? Üdv mindenkinek, Nessali barát vagyok. Uk.
Na mi a fene? Na mi a fene? Csak találtunk valamit, amikor nem is kerestük. Ott a vázs. Komoly kettő? Az igen. Na nézzük meg, hogy mi van erre feléje. Ja, de hogy itt erre feléje is tudok menni. Ó! Oh. Hello! Smaragd. Én valahol azt olvastam, hogy a smaragd blokk az ritkább, mint a diamond. Ahhoz képest... Lehet, hogy hülyeséget olvastam persze, sőt valószínű, de... Biomonként van csak smaragd, de azért mondják ritkábbnak, aha. Értem én, amit mondasz. Innen jöttem, ugye? Igen, ezt rakjuk ide, hogy lássam. Igazából le is falaszhatom, és akkor nincs konfúzió. Meg legalább fogy a kövem. Ezt is lefalaszhatom. Most akkor itt... Hogy jöttem, innen jöttem. És ide megy. Csak így a navigáció kérdése véget. Aha. Még ide nem nagyon megyek. Lehet, hogy mégiscsak fölfelé? Vagy lehet, hogy ennyi volt igazából, amit találni lehet. Aha. Ez így decit. Decit. Jézusom, normális. Jó. Akkor ezt elfelejtjük. Bár azért jöttem erre, hogy visszataláljak arra. Tehát azt fogjuk csinálni, hogy én itt kikerüljük a lávát, azt fogjuk csinálni. De nem így. Hanem úgy. Igen. Ez meg itt mintha nem is létezett volna soha. Nem is volt. Jó, csak a fákját azt odarakod.
Igen, át lehet nevezni az eszközöket, mint megtudtam most. Az anvilon, az üllőn. Még valószínűleg láva lesz egyébként, de mindegy. És ásunk tovább. A Diamond csákjánkkal ásunk tovább, további Diamondok reményében. Vagy a vas is jó. Nagyon figyelj, oda könnyű elveszni. Hát, eddig még nem sikerült. Ettől persze még megtörténhet. Hoppá! Az lapis lazuli, nem? Aha. Már megörültem. Vagy lazarit, bocsánat. Lazaritánius. Akkor menjünk visszafelé. Menjünk arra. A blokkok jelzik, hogy merre kell menni. Ez a titok. Amerre blokkot találsz, arra kell tovább menni. Mármint, hogy értékeset. Csak ezt nagyon kevesen tudják a Minecraftben, mert kevesen olyan prók, mint én. Azt hiszem ezzel encsantolni lehet, szokci. Ezzel a lazarittal. Azért, hogyha kifogyok a redstone-ból, azzal nem lesz probléma. És vázs. Lőn vázs. Jó van, azért visszaszedjük magunkat vasból. Úgy, ahogy. Hála Istennek. Nézd meg, Regi így sörözik közben a cseten. Csak most látom, hogy nyilvános alkoholizálás folyik. Na jó. Kifogytunk a fát, bár tudok fákját csinálni. De na. Jó. Let's go back. Lehet, hogy úgy fogom csinálni egyébként, hogy az a lávás rész lesz a központ, és akkor elindulok másik irányba bányászni onnan. És akkor csak odáig fog levezetni a hullámvasút. És akkor a négy égtáj fele mehet az elképesztő bányászat. Ez lesz a terv. Aztán át, ha összeakadnak a csápok.
Ja, majd a következő részben valószínűleg már csantolni fogunk, meg a következő részben találunk falut. Tehát a következő részben most már, ha valahogy, akkor cheat-tel vagy, én nem tudom. Na, hogy ez lesz a központ, és akkor most erre ástunk, egyébként arra már mentünk, csak ott befalasztam. De hogy innen elindulunk, mondjuk arra. És akkor csak idáig fogom lehozni a höllám vasutat. Ez itt sokkal jobb, mint egyesével kidobálni egyébként. Aranyat nem találtam, mi? Nem, hát. Nem viszek haza lávát. Igen, megnyugtató a hang, amikor elég, nagyon jó. Jó ASMR a lávában való égetés. Most vissza kell gyalogoljunk. Bro, ezt mondja a zombi, bro. Menjünk egy kört. És egyből vissza fog küldeni minket. Tíz per tíz. Would go again. Hello, Benő! Szia, Jenő! Minden rendben van, látom, jól van. Ezt bedobjuk perzselésre. Hiszen nem csak ennyi van? Vagy van még elrakva szén? Hát nem sok, akkor majd szenet is kell szedjünk. Kikecseréljem a ládákat, mert a lazuritom is tele van. Jó. Na. Innen fogjuk folytatni, srácok. A kérdés, hogy hogyan tovább. Most lehet tippeket adni, hogy hogyan tovább. Tehát van egy hullámvasút építési projektünk, azt folytatjuk, a talált aranyagból építjük tovább, ahhoz aranyat kell találni, ahhoz majd nyitunk egy másik utat a bányába a lávától. Ez megvan. Kell találjunk egy falut. Lehet, hogy megcsítelem a következő részre. Van azt hiszem egy honlap, ahol ha beírom a seedet, akkor megmutatja, hogy hol van falu. Nem tudom, még azt eldöntem, hogy megcsítelem-e. Lehet, hogy elkezdünk keresgélni majd legközelebb, és akkor ha nagyon nem megy, akkor nyomjuk úgy. Meg kéne csinálni, igen, az enchanting table-t. Ahhoz azt hiszem kell majd papír, meg ilyenek. Még valami. Nagyobb karám az állatoknak. Nem akar, tudom, hogy igen, tehát egyelőre nem akarok. Tehát, hogy tudom, hogy nyilván minél nagyobb állatkarámokat kell csinálni, és akkor sokkal könnyebb farmolni a kaját, meg ilyenek. És akkor utána majd el kéne kezdeni kalandozni, megtalálni az épületeket, mert ugye vannak ilyen kincses térképek, meg ilyenek. El lehet majd menni az esőerdőbe, igen, amit találtunk. Ott a másik nether kapunál, de attól a nether kaputól még nagyon messze volt az esőerdős biom. És sivatagot még nem is láttunk. Ja, meg tudom, mit akarok, ezt már így álmomban eszembe jutott. Azt akarom csinálni, hogy
hogy hajózzunk. Hát akarok ide csinálni egy kikötőt, és akkor valahogy ki kéne jutnunk a tengerre. Elvileg van tenger, nem? Mármint, hogy ilyen nagyobb víztömegek. Tehát ide csinálunk egy kikötőt, és akkor elkezdünk hajózni kifelé. Lehet, hogy ott az ott a tenger már egyébként. Úgyhogy ja. Majd adok enni az ott van még egy benő. Na, te vagy a tartalékbenő. Jó? Hát nem mondom, hogy a mai rész az tökéletes, hibátlan és csodálatos volt, mert nem. De megszületett Jenő. És van újra benő. Úgyhogy na, innen fogjuk folytatni. Ja. Remélem, hogy tetszett azért, srácok. A csillekeresős rész az kiégetett. Így az volt az egyetlen. A csillazajos keresgélés az így lehozott az életről. Két benőből lehet kis benő? Micsoda, lehet kutyákat is pároztatni? Jesus Christ. Azért remélem, hogy jól szórakoztatok így a hétvége indítására. Remélem, hogy fassa volt. Hú, de elsötétült. Elment a nap, és nem szóltatok. Biztos, hogy szóltatok, csak nem láttam, bocsánat. Húi! Hogy? Jól van, igen, nagyon sokan mondtátok, hogy ha kell tipp, akkor írtok, meg Twitteren is folyamatosan külditek a tippeket, úgyhogy köszönöm szépen. Igazából nem feltétlenül kell már annyira tipp, mert hogyha valamit nem értek, akkor megkérdezem. Inkább így, mivel hogy nagyon open a játék, inkább a direkciót keresem, hogy na, mit csináljunk a következő streamben. De most ezzel a falukereséssel, óceánkereséssel, a továbbépítéssel, enchantolással szerintem így megvan az alapanyagunk a következő streamre, hogy mit kell csinálni. Jó? Úgyhogy erre lehet számítani, mikor lesz a következő Minecraft stream, merülhet fel a kérdés. Fogalmam sincs, vagy hétfőn, vagy kedden. De még fogalmam sincs, hogy hogy lesz a jövő hét, mert kurva sok dolgom van. De vagy hétfőn, vagy kedden nyomjuk tovább. Jó? Na köszönöm szépen tényleg, hogy velem tartottatok. Köszönöm szépen nagyon-nagyon sok donation-t. Remélem, hogy nem maradt ki senki, srácok. De nagyon-nagyon szépen köszi. Jó hétvégét mindenkinek, és ma még lesz montázs videó a YouTube-on, úgyhogy nem ér véget a nap teljesen. A fő YouTube csatornára hamarosan pattan ki a videó. Puszi a pocitokra, csók a családnak, és találkozunk jövő héten. Nem tudom még, hogy hétfő lesz. Még nagyon káoszos a jövő hét, de legrosszabb esetben kedden talán, de megpróbálok hétfőn is streamelni. Na, szevasztok! To all my gamers out there, we've all been there. You know this feeling. Aw, man. I wake up early in the morning, make a gas sweep. It's like I'm in the nether, cause I can't sleep. In case you got amnesia, man, I want that blue stuff. I got my iron pick with a fortune buff. I'm a Y12 baby, cause that's where it's found. I'm so freaking low-key that I'm underground. I got big dreams of tearing at some big diamonds. You won't in the morning, make a I'm a Y12 baby, cause that's where it's found. I'm so freaking low-key that I'm underground. I got big dreams of tearing at some big seams. So time to grind and hit the big leagues, yeah. I mine all day, I mine all night. I mine non-stop till those diamonds are inside. And I mine all stone till I'm all alone. I mine all the time, I can't find what I want. I mine all day, I mine all night. Till those diamonds are inside. And I mine your house, I mine your mom, I mine my tears till the break of dawn. Bet you don't have this blue.
Bet you don't have this green. Bet you don't have the biggest ball the world has seen. Yeah, you think I'd be satisfied. No, I want more. Bet you have every single thing that you get. Bitch, I want more. Cause I got hoes. I got bitches. What up, Sven? I got iron. In my house. I got millions. In real life. I got the best life. It's easy to see. And 100 million people agree. Because I'm mine all day. I'm mine all night. Till those diamonds are inside. And I'm mine all stone. Till I'm all alone. I'm mine all the time. But can't find what I want. I'm mine all day. I'm mine all night. I'm mine non-stop. Till those diamonds are inside. And I'm mine your house. I'm mine your mom. I'm mine my tears. Till the break of dawn. What just happened? Sir? Sir, I think we hit bedrock. What does that mean? It means you can't go any deeper. Good. Why is that, sir? There's nothing deeper than me. Shit is way too easy, I swear it doesn't please me. I'm like a reaper gleaning when I take my pick and squeeze it. And feel its power breezing, soon be 6 feet deep. Believe I'm bored of being at the peak. So time to see what lies beneath. What's Gucci, my gamer? What's brewing, my gamer? Got that enchanted shit. Lapis lazuli, my gamer. Little bitches always pissed at me no matter what. So they can suck this dick I made with 400 bucks. Cause I'm fully stacked diamonds, fully stacked diamonds. You won't see me crying, I'm fully stacked. Fully stacked diamonds. You won't see me cry behind my fully stacked diamonds. Fully stacked diamonds. Fully stacked diamonds. You won't see me crying. I'm fully stacked diamonds. Fully stacked diamonds. Fully stacked diamonds. You won't see me cry behind my fully stacked. All I hear is people say the same shit. But there's no challenge in real life. It's like creative. How's it feel to be rich and have a diamond plaque? Bitch, shut the fuck up. Have you seen my diamond stack? Oh, big brain got a six pack. You're so dumb, you're mining diamonds with a stone pickaxe. Remember kids, life isn't fair. Take it from the second Swedish Minecraft multimillionaire. I'm fully stacked diamonds, fully stacked diamonds. You won't see me crying. I'm fully stacked diamonds, fully stacked diamonds, fully stacked diamonds. You won't see me cry behind my fully stacked diamonds. Fully stacked diamonds, fully stacked diamonds. You won't see me crying. I'm fully stacked. You won't see me crying. I'm full of diamonds. Oh, hell.